összességében a két óvodára mintegy 163 millió forintnyi investíció jut. A többi közt ezt jelentette be Puskás Tivadar polgármester abban az intézményben, ahol a nagyobb beruházás zajlik. A több mint 70 gyermeket befogadó Vörös Sándor óvoda alapterülete mintegy 80%-kal bővül. Egy településfejlesztési operatív program keretén belül, a Bölcsőde óvoda fejlesztés projekten belül nyert pályázaton 153 millió forintot a Vörös Sándor óvoda felújítására a város, ami gyakorlatilag részben hőszigetelési problémák megoldását jelenti, de ennél sokkal fontosabb, hogy kint a kertben egy nagy alapterületű 60 négyzetméteres tornaszoba épül. Ebben helyet kap fejlesztő szoba és egészségügyi ellátóhelyiség is, de emeletet is építenek majd a meglévő alapszerkezetre. Itt az óvoda pedagógusoknak is készülnek majd kiszolgáló helyiségek. A gyerekeket és az óvoda életét egyelőre nem érinti az építkezés. Egy csoport várhatóan kiköltözésre kerül, amikor az épületet majd bővítik. Jelenleg az építkezőkkel, a kivitelezővel olyan megállapodásunk van, hogy amikor a gyerekek pihennek, akkor ők nem dolgoznak, ebédszünetet tartanak, tehát maximálisan figyelembe veszik az igényeinket és a kéréseinket. Most az alapozás zajlik. Amikor a belső munkálatok elkezdődnek, nagyjából 2 tucatnyi kisgyermek ideiglenesen átkerül majd egy másik intézménybe. Kisebb volumenű, de energetikai szempontból fontos beruházás zajlik a PIP tér óvodában. Itt 10 millió forintból kicserélik a bejárati ajtót, 46 ablakot és akadálymentesítés is zajlik a Bem József utcai intézményben, közölte a polgármester.